Ebben a mai videóban a kálium jelentőségéről lesz szó. Szeretettel köszöntök mindenkit! A különböző vitaminokból, ásványanyagokból és nyomelemekből, tehát a mikrotápanyagokból, a káliumból van a legtöbbre szüksége a szervezetünknek. Az elmúlt években a nátriumhívők sajnos démonizálták a káliumot a hazai internetes oldalakon, nem hangsúlyozták ki kellően azt, hogy konkrétan a kálisóval van a probléma, és nem a káliummal magával. A nátriumot a testünk jobban megtartja, mint a káliumot, és sokkal könnyebb, egyszerűbb és olcsóbb is pótolni, csak sóznunk kell az ételeket. Kevesen eszik ugye sótlanul az ételt, nagyon sok feldolgozott ételben is ott van a só, tehát ha csak alapszinten sózzuk az ételeket, nem lesz nátrium hiányunk. Láthatók most itt nagyban az OÉTI oldalán is elérhető felnőttek számára ajánlott napi vitamin és ásványanyag beviteli referencia értékek, amelyek megegyeznek az európai hatóságok által javasolt mennyiségekkel. Kalcium 800 mg, magnézium 375 mg, foszfor 700 mg, E-vitamin 12 mg, C-vitamin 80 mg, a különböző B-vitaminokból néhány milligramnyi mennyiség. Vas 14 mg, cink 10 mg, a nyomelemekből, a D-vitaminból, az A-vitaminból mikrogramnyi mennyiségek. A káliumból 2000 mg, azaz 2 g a napi javasolt alapmennyiség felnőttek részére, ami kb. Azt jelenti, hogy majdnem annyi kálium kell a testünk számára naponta, mint az összes többi vitaminból és ásványanyagból együttvéve. És erről kevesen beszélnek. Tudjuk, hogy ezek az értékek alulértékeltek, így mindegyik vitaminból, ásványanyagból és nyomelemből sokkal többre van szükségünk. Tehát a valódi kálium szükségletünk is ennél sokkal nagyobb. Egy stressznek kitett, sok szénhidrátot fogyasztó embernek bőven 3000 mg felett van a napi kálium igénye. Az Egyesült Államok Élelmiszer és Gyógyszerfelügyeleti Hatósága az FDA által javasolt napi kálium szükséglet felnőttek részére 4700 mg, tehát az európai javasoltnak több, mint a kétszerese. Ha adott nátrium mennyiség van a testünkben, ahhoz képest kb. 4-szer több kálium kell, hogy jelen legyen, és figyelembe véve azt, hogy a nátriumot a testünk könnyebben megtartja, míg a kálium ugye kevésbé, tehát a kálium könnyebben ürül, valójában nem 4-szer több káliumot kell bevinni, hanem akár 8-szor többet a nátriumhoz képest, mert a kálium ugye gyorsabban távozik. Ahhoz, hogy megértsük, miért van szükségünk ennyi káliumra, meg kell, hogy nézzük, hogy milyen feladatokban vesz részt. Ha megnézzük azt, hogy a különböző vitaminok, ásványanyagok, nyomelemek mely folyamatokban hol vesznek részt a testünkben, akkor láthatjuk, hogy mindegyik általában pár tucat részfeladatot lát el, a kálium azonban mindenhol ott van. A kálium nagy része a sejteken belül található, az összes sejtünkben van kálium, és a testünk a sejteken belüli reakciókhoz, átalakításokhoz használja. Illetve a nátriummal együttműködve az egészséges sejtműködés legfontosabb főszereplői. Ez a nátrium-kálium pumpa, amelynek a működtetésére a testünk az elfogyasztott energia 30%-át fordítja, tehát rendkívül sokat. A kálium egy másik fontos pumpának is a főszereplője, ez a hidrogén-kálium pumpa, ami a gyomorban található, ez hozza létre a gyomorsavat, tehát ha alacsony a kálium szintünk, gyengül a gyomorsavunk, kevesebb gyomorsav termelődik, ami sok száz egészségügyi problémát eredményezhet, mert ugye az elfogyasztott ételek nem bomlanak le így rendesen. A kálium segítségével tud eltárolódni a cukor, a glükóz az izmokban és a májban, ezek a glikogén raktáraink, egy olyan energia, amit a testünk gyorsan elő tud venni. Minden egyes glükóz, azaz cukormolekula tárolásához egy darab kálium ionra van szükség. Tehát ha nincs elegendő kálium a szervezetünkben, nem tud eltárolódni elegendő cukor, és ami nem tárolódik el, abból leginkább zsír lesz, tehát az alacsony kálium szint bizony hozzájárul a súlynövekedéshez is. A kálium úgy szereplő a kalcium működtetésében is, mert a nátrium-kálium pumpa segítségével tud a kalcium is bejutni a sejtekbe, tehát ha nincs elegendő kálium, a kalcium nem jut el a megfelelő helyekre, például az izmokba, ahol fontos szerepe van az izmok összehúzódásában és az izomnyugtatásban. A kálium az egyik legfontosabb tápanyag a teljes szív- és érrendszerünk, illetve a teljes idegrendszerünk, tehát az agyban és az izmokban lévő működő idegek egészséges működéséhez. Hozzájárul a magas vérnyomás csökkentéséhez is. A
kálium hiányára utal az erőtlenség, a gyenge izomerül és az izomgörcsök is, a legtöbbször nem a kálcium, hanem a kálium hiánya miatt. A káliumot a többi ásványanyaggal, nyomelemekkel együtt célszerű pótolni, tehát nem önmagában, azaz ne kálium tablettával pótoljuk. A gyógyszertárakban elérhető káliumtabletták nem igazán jelentenek megoldást a káliumpótlására, mivel egyrészt csak káliumot tartalmaznak, nincs mellettük ott a többi ásványanyag és a nyomelemek, másrészt nagyon kis dózis biztosítanak, 100-200 mg-nyi mennyiséget, a testünknek legalább 2 g-ra van szüksége naponta. Ez a videó egy 7 részes káliumról szóló videósorozatnak az első része volt, holnap érkezik a második, amelyben a kálium hiányáról lesz szó. Ha szeretnéd, hogy más is megtudjon többet a káliumról, nyomj egyet a videó alatti tetszik gombra, mert így az algoritmus másoknak is fel fogja ajánlani ezt a videót megtekintésre. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!